Emlékezés a mártírokra. A kommunista diktatúra áldozatai előtt hajtottak főt megyeszerte. Világot jelentő deszkák. A 150 éves amatőr színjátszást ünnepelték egy hétig Hajdúnánáson. Szenzáció a pusztában. 5 év után születtek ismét Racka hármasikrek Hortobágyon. Köszöntöm Önöket! Hajdú-Bihar megye legfontosabb eseményeivel jelentkezünk. Már is mondom a részleteket. Február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. A megyénkben is több helyszínen hajtottak fejet azok előtt, akiket sokszor ítélet nélkül vittek kényszermunkatáborokba, kobozták el vagyonukat, börtönöztek be vagy végeztek ki. Ráadásul a rémtettekről a rendszerváltás előtt nem lehetett beszélni. Hortobágyi Madárkórház. Évente több mint 3000 szenvedő madarat gyógyítanak itt, azon a helyen, ahol az 50-es években 300 ember szenvedett. A 12 hortobágyi kényszermunkatábor közül ez volt az egyik, a Borsós 1-es. A 2000-es évek elején nyílt meg a madármentő kiállítás és a kórház. Ekkor derült ki, véletlenül, milyen funkciója volt korábban az épületnek. Lelkesen próbáltuk magyarázni azt a madármentő tevékenységet, amit szeretnénk bemutatni, és jöttek idős emberek, akik viszont nem erre voltak kíváncsiak, hanem őtőlük tudtuk meg, hogy ennek az épületnek az 50-es évek elején milyen szerepe volt. Konkrétan akkor ők itt egy olyan úgynevezett hortobágyi gulágnak az egyik táborában éltek, emeletes ágyakban fejtőláptól 300-an bezsúfolva ebbe az épületbe, és ott olyan rabszolgamunkát végeztek, amellyel igazából a későbbi hortobágyi állami gazdaságnak az alapjait rakták le. A látogatás után kezdték kutatni a Borsós 1-es történetét, és kiderült, Miskolcról hurcolták ide azokat az embereket, akik lakásait kinézték maguknak a kommunista párt tagja. A táborban két tífuszjárvány is volt, amelyek során 40-en haltak meg. A hortobágyi gulágon szenvedők neveit ma már a Madárkórház téglái őrzik, hogy az utókor is megismerje történetüket. Azért fontos, mert a helyiek nem emlékeztek rá, tehát nekünk ezt nem mondta senki, őtőlük kellett megtudni. Tehát erről hallgattak és hallgatnak még most is. Úgyhogy ennek helyt kell adni valahol, hogy ez is volt. Ennek a története, ennek az épületnek nem akkor kezdődött, amikor mi madárkórházat alakítottunk ki. Ez már Nádudvar, a városközpontban áll azok emléktáblája, akiket 75 éve hurcoltak el a Szovjetunióba. 1945. január 2-án 68 nádudvarit vittek el az úgynevezett Málenki robotra, többségük soha nem tért haza. Akadt olyan is, aki már a 3 hetes utat sem élte túl. Meccsériné Géna Gyulianna édesanyja 20 éves volt, amikor elvitték, amikor hazajöhetett, sokáig titokban tartotta a borzalmas emlékeket. Erős hite volt, és ugye tudjuk, hogy az ilyen ember nem követel öngyilkosságot, vagy ilyen dolgot, hanem mindenképpen erős hite magát. Hát kint volt nála a kis biblia, meg az énekeskönyv, és abból merített hitet. Hát ugye ott olvasták egymásnak a lányok, és hát próbáltak erősek maradni. Jó, hát tudom, hogy meghaltak közülük is sokan. Olyan is volt, aki mikor jöttek haza, akkor, hát először jött a beteg transport, őket küldték először haza, és mikor édesanyám hazakerült, akkor találkozott egy nénivel, aki hát úgy találkozott, hogy őt nagyon sokan várták már itthon, és kérdezte, hogy hát és akkor az Imre hogy van, jól van, és mondta neki nagymama, hogy ne kérdezd, fiam, az úton halt meg, és úgy dobták ki a vagomból. Tehát történtek ilyen dolgok. A kommunizmus áldozatainak emléknapján Nádudvaron fejet hajtottak azok előtt is, akikre rásütötték a kulákbélyeget, ezért elvették földjüket, házukat. De emlékeztek Ludányi Miklós felsőházi tagra is, aki miután mindenétől megfosztották, öngyilkos lett. Volt egy másik nagyon megrázó epizód, ami a Futó Imre nevű malomtulajdonoshoz és családjához kötődik. Akkoriban a fekete őrléssel való megvádolás, ez egy gyakori epizód volt a malomtulajdonosok vagy gazdálkodóknak az esetében, és őt hurcolta meg akkor a rendszer, aki egyébként akkor ért vissza nem régen a hadifogságból,
tehát fiatal férfiként bevonult a hadseregbe, végig harcolta a világháborút, és azt hitte, hogy egy boldogabb jövő reményében tud hazatérni, és ez nem így lett. Nádudvaron fejet hajtottak a kommunizmus minden ismert és névtelen áldozata előtt is. 20 Hajdú-Bihar, Szabolcs és Szolnok megyei település közreműködésével jött létre a Debreceni Régió Együttműködési Tanács. A résztvevők a gazdaságfejlesztéstől a turizmusig számos területen hangolják össze munkájukat. A cél az egész régió versenyképességének növelése. Közép-Európa legnagyobb iparfejlesztése zajlik Debrecenben, 700 hektáron végzik az ehhez szükséges munkákat, a terület 70%-a már gazdára talált. 2015 óta több mint 600 milliárd forint működő tőke érkezett a városba, és 6000 új munkahelyet jelentettek be. A legnagyobb gazdaságfejlesztési eredmény a BMW Debrecen beérkezése. Nem csak Debrecen számára lehetőség ez a folyamat, hanem a környező települések számára is, de ugyanakkor kihívás is. Pap László polgármester a Debreceni Régió Együttműködési Tanács létrehozása kapcsán azt mondta, a világban elsősorban nem városok, hanem régiók versengenek egymással. A versenyképesség növelése érdekében több területre kiterjedő együttműködési rendszer kialakítása szükséges. Hát rengeteg feladatunk, nagyon sok kihívás van előttünk. Debrecent az motiválja ebben az együttműködésben, hogy azt a sikert, azt továbbadja, annak a lehetőségét a környező települések számára. Kósa Lajos országgyűlési képviselő azt mondta, a tanács önkéntes alapú, senki számára nem kényszer, hozzátette, rohamosan nő az adatok szerint a nagyobb városokat körülvevő településgyűrűk népessége, az ország regionalizálódik. Ezt a jövő szempontjából komolyan figyelembe kell venniük a polgármestereknek. 20 éves távlatban ez a folyamat kikényszeríti azt a szabályzási kényszert, amikor össze kell hangolni egy nagyváros és térsége feladatellátását, vagy nem sértve az önkormányzati önállóságot. A Debreceni Régió Együttműködési Tanács a tervek szerint a közlekedéstől az oktatáson át a turisztikáig több munkacsoportban dolgozik. A tanács megalakulásához a résztvevő önkormányzatok megerősítése is szükséges. 722 millió forinttal támogatja a terület- és településfejlesztési operatív program az álláskeresők munkaerőpiaci elhelyezkedését a délnyírségben. A foglalkoztatási együttműködési paktum segítségével több mint 460 embernek tudnak így munkát biztosítani. A kis- és középvállalkozások 100%-os bértámogatást is igényelhetnek. Nyíradonyban vállalkozói fórumon számoltak be az érdeklődőknek a lehetőségeikről. Nyíradony is törekszik arra, hogy a város gazdasági erejének növelésével megtartsa lakóit. A délnyírségi foglalkoztatási együttműködés ezt segíti, hiszen olyan bértámogatást nyújt a pályázó kis- és középvállalkozásoknak, amivel újabb dolgozókat tudnak alkalmazni és betanítani. Szilágyi Zoltán egy műszaki boltot vezet, és azért ment el a vállalkozói fórumra, hogy megismerje a lehetőségeit a munkahely bővítésre. Nagyon örülök, hogy ilyen lehetőséggel élhetünk itt Nyíradonyban. Nagy segítség számunkra, hogy a támogatással további munkavállalókat hozhatunk be a vállalkozás világában. Ezzel a lehetőséggel vállalkozásunkat erősíthetjük, céljainkat elérhetjük. 6 hónapig a munkavállaló bérének 100%-át biztosítja a program, ezen túl pedig 3 hónap tovább foglalkoztatást kell vállalni. Tasó Béla Nyíradony polgármester a vállalkozóknak és polgármestereknek rendezett fórumon azt mondta, a délnyírségi foglalkoztatási együttműködés keretében összesen 468 fő munkaerőpiaci elhelyezkedéséhez lehet bértámogatást igényelni. Nyíradony vonatkozásában pedig nem csak a gazdasági szférában jelentős ez, hiszen Nyíradony város önkormányzata, valamint az önkormányzat fenntartásában működő intézmények vonatkozásában is szeretnénk ezzel a támogatási lehetőséggel élni, és mintegy 40 fő vonatkozásában szeretnénk a foglalkoztatásra szóló támogatást igénybe venni az elkövetkezendő időszakban. Tapolcai Zoltán, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője ismertetőjében kiemelte, Hajdú-Biharban 1,5 milliárd forintból összesen 1400-1500 embert szeretnének visszavezetni a munkaerőpiacra a foglalkoztatási paktum segítségével. Hozzátette, a programra jelentkező munkáltatók 40%-a kisvállalkozó, akik eddig maximum 3 fővel dolgoztak, de most szeretnének újabb munkatársakat felvenni.
Azért fontosak ezek a paktumok, és azért vontuk be az önkormányzatokat, mert ők ismerik azokat a helyi vállalkozásokat, akik még tudnak fejleszteni. Ezáltal nem csak a munkavállalóknak, hanem azon kis munkáltatóknak is tudunk segíteni, kis és középvállalkozásoknak, akik életben maradásukért vagy továbbfejlődésükért, azzal, hogy a munkabért támogatjuk, tudnak előre gondolkozni. A megyei önkormányzat felelőse a területfejlesztési operatív programok megvalósításának, ez több mint 4 milliárd forint áll rendelkezésre, aminek egy részét különítették el a megyében lévő térségek foglalkoztatási paktumának megvalósítására. Széles körű lehetőség van, akár a munkanélküliek részéről, megváltozott munkaképességűek részéről, részére, roma származásúak részére, hátrányos helyzetűek részére foglalkoztatási lehetőségnek a biztosítása, és azt gondolom, hogy a megfelelő tapasztalattal is rendelkezünk már, hiszen a megyei foglalkoztatási paktumot, amelyben több mint 800 főnek a foglalkoztatása megtörtént, azt már sikeresen megvalósítottuk. A foglalkoztatási együttműködések a délnyírségi paktum területen elnevezésű projekt keretében rendezett vállalkozói fórumon elhangzott az is, hogy a bértámogatások mellett lehet pályázni vállalkozóvá válás, valamint lakhatási támogatásokra. Ezekre az igényekre több mint 720 millió forintos pénzügyi keret áll rendelkezésre. 150 éve indult az amatőr színjátszás Hajdúnánáson. Ezt egy hetes rendezvénysorozattal köszöntötték a városban. A programban helyet kapott egy a színjátszás történetét bemutató kiállítás és az idén 20 éves Naná Színház ős bemutatója is. A nánási lakodalmas már történelem Hajdúnánáson. A helyi színjátszók 90 éve tűzik műsorukra. Hajdúnánásnak soha nem volt színháza, mégis sorra készültek az előadások. Egykor az iskolai csoportok, vagy éppen az ipartestület lelkes amatőrjei vitték színpadra, például a János Vitézt, vagy a Csipke Rózsikát. Mindig volt 20, 30, 40, 50 olyan ember, aki ezt fontosnak érezte, hogy így fejezze ki magát, így okozzon örömet a többiek számára, így fejezze ki azokat az érzéseket, amelyek mindenkiben ott lakoznak, csak talán nem mindenki alkalmas arra, hogy ilyen szinten elő tudja adni. A hajdúnánási színjátszás történetét bemutató tárlaton az is kiderült, hogy a város nemzetközileg is ismert művész is adott a színjátszásnak. Ő volt Grünbaum Menyhért, vagy művész nevén Meinhard Maur. 1884-ben született Hajdúnánáson, majd kikerült Németországba, illetve Londonba, és hát körülbelül 50 filmben szerepelt, olyan személyekkel együtt, mint Clark Gable, vagy Sir Laurence Olivier. A Naná Színház ős bemutatójának és egyben a színjátszás hetének díszvendége Csúlya Imre volt. A Jászai Mari díjas színművész Hajdúnánáson született, és itt kóstolt bele a színjátszás világába is. Magam is részt vettem a itteni amatőr színjátszó mozgalomban, hiszen innen indultam a főiskolára. Úgyhogy hát mindig bebizonyosodik, hogy a színpad az menedék, a színház az menedék, gyógyír, elmúlik a fogfájás, a fejfájás, nem veszed észre, hogyha a takarásba gyorsöltözésre rohanva beütöd a karodat, csak másnap, amikor már lila és fáj, nincsen adóbevallás a színpadon, nincs sárga, csak minden megszűnik, tulajdonképpen csak a játék öröme van. Az új név nagyon megnyugtató. Harmónia Zarándok Panzió. Ezt az örömöt élik át a 20 éves Naná Színház tagjai is. Idei ősbemutatójuk a Timi Tangó címet kapta. A történet két csoport harcát meséli el. Az egyik a Micike Magányos Szívek stúdiót szeretné visszakapni, a másik pedig a szigorú erkölcsi értékrendet hirdető Zarándok Panzióhoz ragaszkodik. Akarja tudni a személyzet véleményét erről a nagy átalakításról? Na, nem. A Naná Színház minden évben saját darabbal szórakoztatja, vagy éppen elgondolkodtatja a közönségét. A tagok a munka vagy a tanulás mellett vesznek részt a próbákon és az előadásokon. Ez egy olyan dolog, amikor az ember tényleg a újabb szerepet vesz fel, és az lehet, aki amúgy a hétköznapokban nem, és ez plusz energiákat tud felszabadítani, illetve egy-egy szerephez
ugye olyan érzéseket hozunk elő tudatosan, amit amúgy ami itt van bennünk, de a hétköznapban nem biztos, hogy fel tudunk. Na most, ha ez vidám, akkor segít, mondjuk egy nehezebb szerepnél, ahol komolyabb drámai érzelmeket kell felhozni, mondjuk az megvisel jobban az embert, de hát azért szeretünk színészkedni, hogy ezt a változatosságot és ezt a színességet átéljük. Óvodáskorom óta én színész szerettem volna lenni, és hát helyek közel sikerült is, csak nem mondjuk Budapesten, hanem itt Nánáson, a kisvárosunkban. És akkor egyszerűen biciklivel is be tudok jönni próbákra vagy fellépésekre. Ez a vad szenvedélye kapja, és kész! Úgy van! Börtönben az orvos törődött a vérnyomásomban. Én kb. 130 emberrel dolgoztam ezelőtt a 20 év alatt, tehát nagyon sokféle típusú emberből kellett színházképes embert csinálni, és nagyon, nagyon érdekes, ahogy kilép belőle egy gyökeresen más figura, mint amilyennek a hétköznapokban ismerjük. A hajdunánási ősbemutató után a végjátékot nem csak itthon, de határon túli magyar településeken is előadja a Nanász Színház. Február végén két országos program is ellátogatott Hajdú-Biharba, amely célja, hogy népszerűsítse a zenetanulást a diákok körében. Hajdú-Nánáson több mint 1700 gyerek vett részt a Hangszert a kézbe háromnapos programján. Biharkeresztes pedig a Házhoz megy a zene, de turné első állomásának adott otthont, ahol a rock fejlődését ismerhették meg a diákok egy interaktív élménykoncerten. Volt, akinek a részfúvósok sem okoztak gondot. De egy kis segítséggel a hegedűk is megszólaltak Hajdú-Nánáson. A városban három szekcióban több mint 140 hangszert lehetett kipróbálni. A remények szerint ezután sok gyerek kap kedvet a zenéléshez. Olyan gyakorlatra tesznek szert szereplésben, megszólalásban, önmaguk vállalásában, ami mindenképpen, akárki kezd hozzá, mindenképpen csak jó és hasznos dolog lehet. Ezért indította el a Nemzeti Kulturális Alap 2017-ben a Hangszert a kézbe sorozatot, amely először érkezett Hajdú-Nánásra. A program népszerűségét mutatja, hogy bár 1500 gyereket vártak, több mint 1700-an regisztráltak. Rettenetesen fontos itt a könnyű zenében is, a hangszereknél is, de talán más művészeti ágban is, hogy kipróbálhassuk magunkat. Nincs olyan, hogy valaki rossz zenész vagy rossz énekes, próbálja, csinálja, aztán majd lesz belőle tanult, meg lesz belőle profi, de valamilyen szinten mindenki képes rá. Hangszert tulajdonképpen egy óvodás kezébe oda lehet adni, csak legyen az egy megfelelő hangszer, és az milyen nagyszerű lenne, ha a kisiskolások minden terméből ott lenne egy zongora, amit igen, klimpírozzanak, próbáljanak ki, majd 4 év múlva kicseréljük, de hogy minél előbb mindenkinek hangszerre legyen, hangszer tudjon kipróbálni, ez szerintem rendkívül fontos. A hangszeres muzsikához kedvet érző gyerekek akár a helyi iskolában is megkezdhetik zenei tanulmányaikat. A legismertebb külföldi és magyar slágerek csendültek fel a Biharkeresztesi Közösségi Házban. Itt volt a Házhoz jön a zene, de első állomása. 200 gyerek ismerte meg a rock fejlődésének történetét. Az interaktív előadáson a gyerekek is bekapcsolódhattak a műsorba. A program résztvevői szerint nagyon fontos, hogy a kisebb településen élő gyerekek is találkozzanak azzal az élménnyel, amit egy élő koncert nyújt. Az élő zene az egyszerű és megismételhetetlen, és csak nekik szól ebben a pillanatban. Készülhet erről bármilyen felvétel, az nem fogja visszaadni azt az élményt, amit szólalt, mert konkrétan nem létezik olyan technika, ami erre képes lenne. A gyerekek egy órán keresztül megérezték az élő zene erejét, a zene fontosságát, együtt tapsoltak, énekeltek velünk, és hogyha ebből a 200 gyermekből csak 2 holnap gitározik vagy dobol, akkor az nekünk már megérte, de az biztos, hogy nagyobb igénye lesz arra, hogy élő zenét hallgasson, mint hogy playback muzsikára járjon. A Házhoz jön a zene, de program 9 éve járja az országot és a határon túli magyar lakta területeket. Az idei 30 állomásos turné legtöbb élménykoncertjét is az anyaországon kívül adják, hogy azokra a területekre is elvigyék az élő zene erejét. Az összetartozás éve van, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Nemzeti Kulturális Alap kiemelt támogatásával egy kárpát-medencei turnét indítunk.
A házhoz megy a zene, de Biharkeresztes mellett Berettyóújfaluban mutatta be rendhagyó rock történelem óráját. Véget ért a farsang, megkezdődött a böjt. Ebben az időszakban országszerten, így természetesen Hajdú-Biharban is tartanak télűző rendezvényeket. Hajdúböszörményben 6 éve indítottak egy sportos hagyományt, itt jelmezes futással búcsúztatják a hideg évszakot. A szabadtéri dobkoncert ezúttal nem csak művészi élményt jelentett, a hideg évszak minden gondját, baját akarták előzni a hangokkal Hajdúböszörményben. A városban szeretnének biztosra menni, itt ugyanis már 6 éve hagyomány, hogy busójárás helyett jelmezes futással búcsúztatják a telet. A tél vége van, várjuk már a tavaszt, egy kicsit mindenki be van savanyodva már, és egy picit úgy kimozdítani az embereket egy kis vidámsággal, színekkel, hangokkal, és erre nagyon alkalmas itt Hajdúböszörmény fűtere. Így jött az ötlet, és farsang időszaka az ugye adott, illetve az is, hogy akkor már csak ne magunk céljából fussunk, hanem legyen ennek minden évben valamilyen jótékony célja is, úgyhogy mindig más a cél. Most éppen a Kutyamenhely javára gyűjtöttünk adományt. A jelmezes futás nem csak jó móka, de segíthet a karácsonyi szilveszteri lakomák, vagy éppen a farsangi fánkokkal felszedett kilók leadásában is. A futás az az alapja mindennek, az egyik. A másik talán, ha lehetek ilyen hazafelé beszélő, akkor az az úszás, két alapmozgás, amit ma szerintem érdemes mindenkinek megtanulni, és esetlegesen valamennyire keretek között végezni ahhoz, hogy helyesen gyakorolja utána aztán magának is. Ez az egyik mozgásforma, amit különösebb eszköz vagy helyigény nélkül is lehet végezni. Az nem feltétlenül az eszemiszom szerintem az, ami megmozdítja az embert, hanem sokan ébrednek arra, hogy sok haszontalan tevékenységet végzünk, sok olyan dologgal van szeméttel tele a fejünk, amit muszáj kiszellőztetni, és ez segít ebben. A Hajdúböszörmények szerint nem csak a télvégi depressziót űzték el a vidám rendezvénnyel, de azért is tettek, hogy megelőzzék a tavaszi fáradtságot. 2 lány, 1 fiú, egészségesek és gyorsan gyarapodnak. 5 év után újra születtek Racka hármas ikrek a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának törzstenyészetében. Az apróságok érkezése meglepte a gondozókat, hiszen a juhoknál legalább olyan ritka a hármas iker, mint az embereknél. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának racka tenyészetében egyre több a fekete bárány. Nem véletlen, hiszen a fekete racka törzsállományban járunk. Az ellési időszak itt igazi meglepetést hozott, hosszú évek után hármas ikrek jöttek világra. Egy kicsit meglepődtünk, ugyanis 5 évvel ezelőtt volt hasonló. Fehér hármas ikreink, illetve fekete hármas ikreink születtek. Nagy kuriózum ez, hiszen a 2. iker az bőven van, tehát az abból nincsen hiány, de ez mindig nagy szenzációnak számít. Problémamentesen az anyuka megellette őket, szépen neveli, van teje bőven, úgyhogy nincsen semmi gond velük. A 2 kis gyerke és 1 kiskos a következő napokat még anyukájuk mellett töltik. Itt erősödnek, mielőtt csatlakozhatnának társaikhoz. Gondos anyjuk nem csak táplálja, de védi is az apróságokat. 7 éves, tehát 6-odjára ellik, de nagyon jó anyuka, szereti őket, úgyhogy örülünk mi is neki. Mi nagyon jól tartjuk a jószágainkat, nagyon jól takarmányozunk, és ezáltal bőven van ikres ellés is. A Hortobágy Száztelki telepen február 15-én kezdődött az ellési időszak. 500 anyarackát tartanak,
Számításaik szerint legalább 600 bárányjal gazdagodnak idén. Ezek nagy része már világra jött, vagyis nem csak dolgos napok, éjszakák vannak a pásztorok mögött, de az vár rájuk a következő időszakban is. Mivel a racka őshonos magyar juhfajta, a genetikai állomány megőrzése kiemelt feladat. Éppen ezért minden újszülött bárány azonnal megkapja a fülszámot, amelyről lehet tudni, hogy melyik anya hozta világra. Követve van ez, hogy milyen vérvonal, két hónapos korában a bárányt lemérlegeljük, már akkor egy minősítésen keresztül esik, és éves korában is minősítjük őket, ezáltal esik ki, vagy marad benne a törzsbe. Nagyon könnyen ellenek, és jó anyák, szépen nevelik bárányaikat, de nyilván amelyek, tehát a jelketokjók, akik először ellenek, nekik segíteni kell, külön fogadtatózni, tehát ott egy kicsit több odafigyelésre van szükség. A telep egyre hangosabb a bégetéstől, hol az anyák hívják bárányukat, hol az elkóborolt kicsik keresik anyjukat. A remények szerint hamarosan eljön az igazi tavasz, amikor már a szabad legelőket járhatja a nyáj, közte természetesen az idei év sztárjaival, az ördögfiókákkal, vagyis a fekete racka hármas ikrekkel. A megyei tükörödását látták. Új műsorra legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!